Hogy ebben a pillanatban fut, ráfutásos rajta elindul a mezőny. Lássuk, hogy indulnak a Simpsonok. Eljött a kíváncsisággal várt különös zombai motorverseny napja, amikor nem elsősorban cross motorokról szól a történet, noha egy cross pályán zajlanak az események. Immáron negyedik alkalommal hozta vissza a múltat a helyi motorsport karizmatikus alakja Langer József versenyszervező. A szocializmus motorizációját, a 70-es évek csúcs technológiáját. Amikor is Simpsonok, robogók és kortárs mopedek mutatkoznak be, mondhatni extrém körülmények között, megmutatva a legendás alkalmazkodó és tűrőképességüket, olykor elnyűhetetlenségüket. Mégpedig egy mondhatni túlélési, folyamatos 8 órás versenye. Nem árt tudni, ezt 4 éve a bonyhádi motorosok ötlete volt, ami már ott motoszkált Langer József fejében is. Annak idején mi elindultunk egy Moped Rally nevű versenyen Budapest-Szeged között. És teljesítettük, mint bonyhádiak, és akkor jött az ötlet, hogy hát mit csinálnánk a szabad időnkben, mert ez egy évben csak egyszer van, és akkor jött, hogy a zombai motocross pályát béreljük ki, és először csak így magánkezdeményezésben Simpsonnal menjünk rajta 12 órát. Felhívtuk a Józsit, a Józsi azt mondta, hogy már régóta gondolkodott egy ilyen lehetőségen, és mi mind ötletgazdák, ő pedig mind a kivitelező, ketten együtt ezt összehoztuk. Megmondom őszintén, hogy akkor nem gondoltuk, hogy ez ennyire kihízza magát 4 év alatt, hogy ugye most már az ország minden pontjára jönnek, jelentkeznek, és ez egy szenzációs lehetőség arra, hogy együtt legyünk barátok az ország különböző pontjáról, versenyezve, családostól, itt legyünk és jól érezzük magunkat. Tényleg életre kelt a motorizáció egy letűnt korszaka, a Simpsonokat csak úgy elővették több évtizedes pihenés után az akkori gazdáik vagy már fiaik. Akkor, de még a 80-as években is, mint emlékezetes, csak a kiváltságosok ülhettek kis Honda vagy éppen Yamaha nyelvében. Moped Cross, tehát a retro jegyében. Bár ez már hagyomány, ez már negyedik éve, hát igyekszünk, hogy ez is jó legyen. Nagyobb hangsúlyt kapott ezen túl most a pályánk, az egyesületünk több időn van vele foglalkozni, a rendezvényeink, úgyhogy igyekszünk, hogy ez jó legyen, és hát jöjjenek az ország minden részéről. Maga itt a szabadidősport, amit mi szeretnénk elérni, és hogy az jól működjön, mert ugyebár szabadidő és tömegsportról beszélünk itt, elég sok embernek az itt, ez a robogó egy elérhető dolog, a Simpson az ma annyira nem, mert az már eléggé drága dolog lett, de egy robogóval, vagy bármilyen, kis 50 köbcentis vagy 70 köbcentis motorra ide el lehet jönni. Hát csináljuk, hogy jól legyen. Itt ez még itt a szocializmusnak a hagyatékával próbálunk motorozni. De hát úgy látom elég nagy sikere. Tehát ma 40 motoros tudott ide eljönni. Azért az majdnem 70 indul, mert valaki párban megy, van, aki egyéniben. Egyelőre többet nem mertünk, de szerintem jövőre egy 50 főig el tudunk menni. De így is már le kell lezárni a nevezést, hogy ne üljenek többen, mert azért a pálya egy kicsit kicsi, majd megpróbáljuk egy kicsit még bővíteni. Van, aki a padlásról lehozva egyenesen a versenypályára küldte robogóját, van, aki hozzányúlt és feltuningolt a Simpsonját, nem is akárhogyan. De ez sem volt garancia arra, hogy már a második vagy éppen a harmadik körben ne álljon le a motor. A lelkes táb, mint egy MotoGP-n, azonnal nekiállt a bütykölésnek, hogy mielőbb folytathassa gazdája a kamikáze versenyt. Remekül előkészített, teljesíthető pálya várt minden kalandvágyóra. 8 órát motorozni egy cross pályán amatőrként nem semmi kategória, éppen ezért legtöbben csak ketten vállalták ezt, megosztva a terheket. De volt jó néhány magányos harcos is. Felvetődött sokakban, mit lehet még ezen újítani, hová nőheti ki magát a bonyhádi zombai találmánynak nevezhető, országosan népszerű motoros dzsembori 4 év után. Nem gondolnám, hogy nemzetközi szintet elérne, de azért örülnék neki, ha esetleg egyszer tudnánk rendezni egy V4 találkozót itt, és szlovákok és lengyelekkel együttvéve kéz a kézbe mondjuk tudnánk motorozni. Nosztalgiában a régi motorok felbőgvére. Én megmondom, az lenne az igazi örömem, hogy egyszer egy Riga 12-vel el tudnék indulni, mert az az igazi nosztalgikus hangulat. Ugye a Simpson azért az, mit tudom, a 70-es éveknek a státuszmotorja volt, de azért egy Riga vagy egy Verhovina az egy igazi kihívás lenne. Van itt a mezőnyben egyáltalán? Riga blokkot építettek, meg Star blokkos motor van, de magában nosztalgikus Babetta, vagy Verhovina, vagy Riga az jelen pillanatban nem található meg. Többeknek a 40 fős mezőnyből a 8 óra több mint 200 km megtétele a zombai crosspályán, így is megoldhatatlan feladat volt. Tucatnyi motoros ugyanis bármennyire is akart, nem ért célba az idén, talán majd jövőre.